Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Bukovinai Székely gyermekcsoportok találkozója, Kakasdról, Hőgyészről és Garáról is érkeztek fellépők. A székely csoportok megalakulása igény volt arra, hogy szervezetformában éljék meg hagyományaikat, kultúrájukat. Pünkösd. Keresztes Andor Esperes igyekszik Mária Gyűdön is megtartani a bukovinai székely hagyományokat. Harmadik alkalommal rendezték meg a bukovinai székely gyermekcsoportok találkozóját, amelyre többek között Kakasdról, Hőgyészről és Garáról is érkeztek fellépők. Összesen 22 tánccsoport képviseltette magát az eseményen, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki a hagyományoknak megfelelő népviseletbe lejtett táncot. Úgy gondolom, hogy vannak értékeink, bőven lehet választani, de különösen a tánc, az ének, ami számomra is nagyon fontos, hiszen az ember feltöltődéséhez szükséges az, hogy egy ilyenfajta élménye legyen. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke a harmadik alkalommal megrendezett Bukovinai Székely gyermekcsoportok találkozóját. A borongós idő ellenére is jó hangulatban teltek a táncbemutatók és a kézműves foglalkozások. Illés Tibor elmesélte, boldogsággal tölti el, hogy a hagyományokat erősítve tradicionális népviseletbe öltözött gyerekek adták elő a bemutatóikat. Nagy öröm számunkra, Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, hiszen mindig azt mondjuk ugye, hogy a fiataloknak átadni, amit csak tudunk, és minél fiatalabb korban, ugye 9 éves korig, akkor már benne marad, és valószínű, hogy a mag ki kell. Hát itt nagy öröm, hogy tényleg közel 500 vagy 200 gyermek jelent meg, ugye 10 helyről jöttek, településről, és 12 együttes résztvevői, úgyhogy hát szóval tényleg egy vidám nap, és bízom benne, hogy ezekkel az élményekkel fognak hazamenni, és tovább motiválja ez majd ez az élmény őket arra, hogy ne csak egy-két évig tartson bennük ez a tűz, hanem utána is tényleg az élet bármely helyére kerülnek, vagy bárhova az életbe, mindig is visszaemlékezve igényük legyen a bukovinai kultúrára. Hiszen bővelkedünk bőven, úgy gondolom, olyan értékekkel, amelyet érdemes is kell, és ugye úgy tisztes, hogy amit mi kaptuk, azt vigyék tovább. És sokan ugyan lehúzzák ugye a fiatalokat, hogy fiatalok nem érdekli őket, meg már. De én mindig bízom benne, főleg egy ilyen alkalom erőt ad nekünk is, hasonlóan, hogy van értelmet csinálni, és kell csinálni, mert bennük van a jövő, és úgy gondolom, hogy meg fog maradni ez az érték, amelyet mi is kaptunk, még valamikor szüleinktől, nagyszüleinktől. Kicsit szomorkás az idő, de a tánc meg az ének majd biztos vagyok benne, hogy kicsit felvidámítja őket. Ugyan a mai nap nem egy olyan fajta zsűrizés fog történni, inkább egy értékelés úgymond. Egy kis segítséget szeretnénk adni a vezetőknek, és mégis egy kis iránymutatást, de semmiféleképpen nem rangsorolva, hiszen ez sokszor elviszi, és nem jó irányba viszi. Ugyan van annak is értéke, hiszen az se jó, hogy mindenre azt mondjuk, hogy nagyon szép, meg nagyon jó, mert azért abból tanul az ember, igaz, hogy elsőre egy picit rosszul esik talán, de úgy gondolom, hogy abból tanulunk, amit kapunk ilyen értelemben is, akár pozitív, akár negatív oldalról. Tolna megye több településéről is érkeztek tánccsoportok, akik mind a saját produkciójukkal szórakoztatták a közönséget. Jól érzem magam, és már óviskorom óta táncolok, és szeretek táncolni. Két műsort fogunk elméletben előadni, és lesz az egyik a Tündérborsó, az a neve. Közel 200 gyermek vett részt, 10 tánccsoport és 12 gyermekcsoport tagjaként a rendezvényen, melyre többek között Izményről, Kismányokról és Majosról is érkeztek fellépők.
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén harmadik alkalommal rendezhettük meg a bukovinai székely gyermekcsoportok találkozóját. De tudjuk, hogy ez nem csak a mi érdemünk, hanem az összes gyermekcsoporti, aki elfogadja a meghívásunkat. És nagyon sok vezető társam pedig aktív munkát is vállal ezen a rendezvényen. Van, aki táncház foglalkozást tart, van, aki a zsűri értékelő munkájában vesz részt, és van, aki kézműves foglalkozással köti le a gyerekeket. Hát igazából elmondhatjuk, hogy ez, hogy mindannyiunk közös munkája hozzájárul ahhoz, hogy ez egy igazán szép délután legyen. Remek közösségépítő hatással is bírt a rendezvény. A környező településekről érkező gyerekek akár életre szóló barátságokat is köthettek egymással. De a kicsit tágabb értelemben próbálnánk leírni, vagy megfogalmazni, hogy még miért jó ez a nap, vagy eredményes, akkor azt is elmondhatnám, hogy nekünk oktatóknak, táncpedagógusoknak is nagyon hasznos, illetve meghatározó lehet, mert a felkészülési munka alatt, illetve a rendezvény alatt mi jobban megismerjük egymást, és tudunk segíteni egymásnak. Igazából ez a székelykör az, amire én azt szoktam mondani mindig viccesen, hogy ez az a közösség, ahol mindenkit ismerek, és senkinek nem tudom a nevét. És ők évről évre ugye egyre jobban bekapcsolódnak ebbe a családba, és tulajdonképpen nekünk ezt a közösséghez kapcsolódásnak a jó érzését szeretnénk elindítani a gyerekekben. A rendszerváltásig a székelység csak ünnepein keresztül tudta megélni hagyományait. Ezt követően azonban sorra szerveződtek a civil körök, énekarok, táncsoportok. Megvolt az igény arra, hogy szervezett formában éljék meg hagyományaikat, kultúrájukat, teremtsenek forrásokat működésük finanszírozására. Ez a folyamat zajlott Bonyhádon is, ahol a kezdeti működés egyik motorja Bíró Sándorné volt. 1945-ben telepítették Bonyhádra a Bukovinából indult és új hazát kereső székelyeket. Az itt élő svábság rossz szemmel nézte az érkezőket, akik az ő házaikban kaptak otthont, hiszen nekik menni kellett. A viszálykodás évtizedeken át tartott, meséli Bíró Sándorné, aki kisgyermekként élte meg ezeket az időket. Az idő és az együttélés begyógyította a sebeket, és ma már nyoma sincs a hajdani ellentéteknek. Vegyes házasságok vannak, szoktam mondani, abból születnek a legklasszabb gyerekek, úgyhogy nekem is rengeteg sváb barátnőm, meghívtuk a sváb csoportot ide a székelyházba, mi is voltunk náluk, egymás rendezvényeire járunk, kaptunk egy nagyon szép sváb viseletes babát tőlük, amikor ide jöttek. Tehát kinőttük ezt, hála Istennek, és hát a székelységnek mindig volt igénye arra, hogy összejárjanak. Ez a szocializmus idejében nem nagyon volt lehetséges, de aztán a rendszerváltás után 89-ben egymás után alakultak a székelykörök. Miközben a rendszer erősen üldözte az identitást erősítő törekvéseket, a székelyek rendezvényeiken keresztül tartották egymásban és önmagukban a hitüket és kultúrájuk értékeit. Székelybálokat rendeztünk, meg könyvbemutatókat tartottunk, meg mesemondó versenyt csináltunk, így a művelődési ház keretein belül. És ennek nagyon nagy sikere volt. És volt rá igény, és ezért a Kelemenem, a Höflerné Kelemenem a 89-ben megszervezte a székelykört. Nagyon sok tagja volt akkor, több mint 100 felett igény volt rá, és 91-ben pedig össze tudott hozni egy olyan csapatot, akik jól énekelnek, és akkor egy népdalkört is elindítottunk, akkor a tanárunk, a Szakácsné Erzsike volt, aki akkor a zeneiskola igazgatója volt. A rendszerváltás utáni idők meghozták a szabad gyülekezés jogát, és sorra alakultak az egyesületek, táncegyüttesek, népdalkör. A kiszerveződések megkívánták egy ernyőszervezet létrejöttét is. Erdélyben is vannak tagegyesületeink, a szövetség, ahonnek a házában most ülünk, az egy ernyőszervezet. Ide tartozik 44, ha jól tudom, székely hagyományőrző csoport, és vannak Erdélyben is,
vannak délvidéken is székely csoportjaink, és nagyon jó a kapcsolatunk, járunk ki hozzájuk, ők is járnak hozzánk. Cserna keresztúron van például Erdélyben, meg Déván, úgyhogy nagyon jó kapcsolatunk van velük. Magyarországon van vagy 38 egyesület. Ezek nagy részt énekesek, de sok a fiatal, a táncos is, annak nagyon-nagyon örülök, mikor fiatalokat látok. Úgyhogy én szerintem van jövője, és ha csak a mi székelykörös dolgainkat nézzük is, ahogy átvették tőlem most a 31 év után a Gál Martin Elviráék az egyesület irányítását, hát valami csoda, amit csinálnak. És én úgy vagyok vele, hogy mindig azt mondtam, hogy ez annyira szép dolog, hogy ez csak szívvel, lélekkel lehet csinálni, és hitelesen, mert magunkat visszük a színpadra, és ők nagyon szépen dolgoznak, és ez olyan csodálat megélni. És ezúton is én szeretném mindenkinek megköszönni, aki engem ebbe a 31 éves munkába segített és támogatott, de elsősorban a népdalköröm tagjainak, mert azok aztán szenzációs munkát végeztek. Az látszik, mondja Bidó Sándorné, hogy újra divat lett a hagyományok őrzése, aminek az a pozitív hozadéka van, hogy nem kell külön noszogatni a fiatalabb generációt, bekapcsolódnak maguktól a munkába. Nyilván ehhez megfelelő családi háttér is kell, de az feladat, hogy a székelység megismerje saját történetét. Valahogy nem volt ez beszédtéma, azt hiszem annak idején a szocializmusban a szülők, az én szüleim se sokat meséltek róla. Mikor mentünk egyszer, én elmeséltem például a népdalköröm tagjainak, és nagy kerek szemmel figyeltek, hogy mit mondok. Le kellett írnom, mert van, aki főleg idősebbek, ilyen 60-70 évesek, nem tudták még azt se, hogy hogy kerültek Bukovinába, vagy hogy kerültek délvidékre, és nagy kerek szemekkel figyelték, hogy mit mondok, és engem ez megdöbbentett. Azt hiszem, hogy talán, mivel ezt nem tanultuk az iskolába, megemlítették, hogy volt modéfalvi veszedelem, és azzal jó van. És akkor olyan csodálkozva néztek, aki nem olvasott utána, az nem tudta. Borzalmas életük volt az őseinknek. Egyszer el kellett menekülni ugye Székelyföldről, aztán Bukovinából, aztán Bácskából. Szinte nem volt olyan család, aki ne került volna nullára nagyon sokszor. Minden fontos, ami a múltunk. Én legalábbis azt hiszem, mert abból tudunk épülni, táplálkozni, hogyha tudjuk, hogy mik voltak a szüleink, a nagyszüleink, mit értek meg. Szerintem nagyon fontos. A húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, és egyben az egyház megalapítását, azaz Pünkösd napját. A bukovinai székely származású esperes, igazgatóplébános, Keresztes Andor, Mária Gyűdön is igyekszik megtartani a székely pünkösdi hagyományokat. A székelyek megtartották őseik hit és hiedelem világát, a természethez, a közösséghez tartozás életszemléletét. Keresztes Andor, akinek apai nagyszülei Bukovinából, Hadikfalváról menekültek el, majd 2 év délvidéki élet után telepedtek le a Tolna megyei Kisdorogon, papként Szekszárdon és Tolnán szolgált, majd Baranyába került. Az igazgató plébános Mária Gyűdön is igyekszik megtartani a székely hagyományokat. Pünkösd az egyház születésnapja, ekkor szállt rá az apostolokra a Szentlélek, és megerősítette azokat a félénk embereket, az apostolokat, szűzanyával az emeleti terembe, hogy kimertek állni az emberek elé, megvallani a hitüket. Hát pünkösd azért a székelységnek is fontos eseménye, hiszen a csíksomlyói bucsú az nagyon híres.
Mi különösen a székely hagyományban a pünkösdöt, hogy az egyház ünnepeként ünnepeltük, általában falvainkba május hónap, az vagy az első áldozásokkal telt, vagy a bérmálásokkal, de mindig megerősített bennünket is ez az ünnep. Fontos ez az ünnep, hiszen a közösségek ünnepe is a pünkösd, ahol mi is megerősödünk hitünkben, miségben, különböző családi programokban össze tudunk jönni, beszélgetni és egymást erősíteni. Papként nekem elég mozgalmas a pünkösd, főleg itt Mária Gyüdön, hiszen mind a kettő nap, a pünkösd vasárnap is, pünkösd hétfő is nálunk búcsú. Vigiliát ünneplünk ilyenkor, várjuk a mohácsi gyalogos zarándokokat az esti misére, és kérjük ebben a vigília szentmisében a szent lelket. Számomra mindig a vigiliák, amik sokat jelentenek, nem maga az ünnep, hanem az a csendes, átvezető esti lelki együttlét, az ünnepre való mélyebb készülés engem így erősít meg, hogy magába az ünnepbe így tudok beleérni, megérkezni, hogy a vigília miség áhítata, mélysége, csendessége segít nekem az ünnep valódi megélésében. Gyerekkoromban úgy volt meg, mikor készültem a bérmálásra. Én bérmálkozó Bonyhád melletti kis faluba, ahol szintén székelyek vannak, Cikon volt az én bérmálásom. És én akkor gyerekként éreztem meg, hogy mit jelent gyakorlatilag az egyházba felnőtté válni, és mit jelent a bérmálás. Erre komolyan készültünk első áldozás óta a plébániai hittanokon. És valahogy úgy belénk ivódott a papbácsinak a szava, hogy már mi felelős keresztények bérmálás után vállalhatunk tisztséget az egyházba, lehetünk mi is keresztszülők, bérmaszülők, és nagy-nagy elánnal készültünk mi a bérmálásra. Így tudatosan a pünkösd csak bérmálás után jelentett sokat számomra. Az idősebbek pedig mindig elbeszélték a csíksomlyói bucsuk, zarándoklatok élményét is. Mikor rendszerváltozás után, mikor lehetett menni újra ki Erdélybe, akkor az első utunknak egyike csíksomlyó volt. És nagyon sokan most is Csíksomlyóra szerveznek zarándoklatot, az ott való bucsúba, ott a virrasztásra. Így megmaradt a székelységbe a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, és így nagyon a Csíksomlyóhoz kötődött. 2004-ben szenteltek engem pappá, és szekszárdi belvárosi plébániára kaptam kápláni kinevezést, és véletlen belecsöppentem a szekszárdi közösségbe, akik szerveztek búcsút Csíksomlyóra, és én velük mehettem. Én gyerekkoromban is voltam már a csíksomlyói búcsún, saját otthoni zarándok csoporttal, de papként teljesen más volt megélni, ahol gyalog fölmentünk a nyeregbe, valahol egy nagyon-nagyon lélek jelenlétet éreztem meg, és egy nagyon jó, mint a nyelvcsoda, hogy ott nagyon sokféle ember összejön, vannak reformátusok is, kereső emberek, és valahogy Csíksomlyón éreztem, hogy mit jelent egy nyelvet beszélni. Hogy ott a lélek tényleg közösségbe hozta az embereket. Nehéz ezt szavakba kifejezni. Ott megéli az ember ezt az ős egyháznak, ezt a mély közösségi élményét. Keresztes Andort 5 éve helyezték Mária Gyűdre, idén pedig új feladatot is kapott. A Pécsi Egyházmegye legújabb referatúrájának, a székelynek lett a referense. Most se lett könnyebb a feladatom, hiszen megkaptam a siklósi plébániát, de örömmel szolgálok, hiszen az ember itt érzi, hogy van szükség rá, és amit tudok a szívemből, lelkemből átadni másoknak, megerősíteni másokat, valahol a papság ez, másokért élünk, másoknak szolgálunk, és itt az ember valóban a szolgálatban ki tud teljesedni.
Itt is meg lehet élni a pünkösd vasárnapi misén. Pünkösd hétfőn az egy kicsit a nemzetiségekről is szól, hiszen reggeli 8-as mise pünkösd hétfőn magyar mise, utána 9-kor horvát nyelvű szent mise lesz, és a siklósiak gyalogszerrel jönnek a 10 órai szentmisére, mert ez az ő fogadalmi ünnepük, most már ez is hozzánk tartozik, ez a plébánia, Gyüthös Siklós, és velük ünnepeljük a 10 órai szentmisét. Pünkösd vasárnap pedig egy nagyon szép mise van a cigány testvéreinkkel, Alsó Szent Mártonból jönnek ők gyalog, de a pünkösd megelőző héten most is, én is voltam ezen a novénán, én is miséztem nekik, és segítettem őket a lelki fölkészülésbe. Ezek a cigányok itt Alsó Szent Mártonban egy hetet készülnek a pünkösd ünnepére. Minden este összejönnek, imádkoznak, énekelnek, és a környékbeli papság, pszichológusok, lelkészek vannak hívva ezen eseményekre, és ők így készülnek az ide jövetelre, a gyalog zarándoklatra. Meg van egy lelki fölkészítő, hogy ők ezt komolyan vegyék. És itt a Szentmisében is nagyon sok helyről vagyunk, nem számít, hogy cigány mise, mindenki az Istennek a lelkét kéri, és úgy érzem, hogy itt a Szentlélek szíven szokott ütni sok embert. A békéért zarándokolt a Pécsi Egyházmegye közössége május első szombatján. A 25 kilométeres utat csaknem ezren tették meg együtt. A zarándokokat az igazgató plébános fogadta Mária Gyűdön. Felemelő, hiszen mikor ekkora zarándok csoport érkezik harangszóval, az ember küszködik a sírással, meg azért minden évben meghatódok, hogy ez a mély közösség az egyházmegyében is megmutatkozik. Még ennyi év kihagyás után is. Mert nagyon keserves volt nekem itt a pandémia alatt egyedül misézni, hogy ez a zarándoklat ne szűnjön meg. 3-4 ember ült itt a téren, és akkor is megültük, akkor is volt üzenete, és a közvetítésekben nagyon sok ember visszajelezte, hogy örül, köszöni, és lélekben itt volt. Ezt a mély egységet, ezt az egy nyelven való beszédet lehetett megélni az egyházmegyei zarándoklatban is. Én Alsó Szent Mártonban a békéről beszéltem, mert azt tud ünnepelni igazán, akiben béke van. Mert aki fél, abban szorongás van, aki fél, abban eltörik a remény, és aki félelemben van, abban sokszor megkérdőjeleződik a hit is. És úgy látom, hogy a világ is egy ilyen békére vágyik, elég körülnézni, és az ember csak akkor tud igazán lélekből ünnepelni, ha szívében béke van. És valahogy a Szentlélek Úristen úgy gondolom, hogy ezt a békét kell visszaadja világnak, családoknak, egyéni embereknek. És számomra ez a pünkösd a békéről szól. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!